Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi a gondolata? A második kérdés, hogy hogyan érzi magát? A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni? Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt látható. A képen van egy fiatal férfi. Ez jelentheti azt, hogy ő fiatalabb nálad, vagy megvan nála ez a fiatalos kisugárzás. Persze utalhat az ő tartására is, hogy itt most lesz mozgás, szeretne veled találkozni, beszélni, itt döntésekről van szó. Az is lehet, hogy ő tisztázni akar veled valamit. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Itt láthatóak az érmék, az jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást. Sőt, a kép azt is jelentheti, hogy a munkahelyen van. Itt megvan ez az alkotó tevékenység, ő egy mester. De akik figyelik őt, nem így kezelik, hanem mintha egy diák lenne, egy tanuló. Ők is látják azt, hogy mennyire tehetséges és szorgalmas, kíváncsiak, de nem mondják ki, nincs dicséret, és ez fáj neki, hiszen nem kapja meg a megbecsülést. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt újra az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkáról, a hivatásról, de az érmék jelentik a belső értékeket is. Hogy te értékes vagy számára, de ő nagyon vacillál. És ebben a helyzetben tulajdonképpen az ő munkájáról van szó, hiszen itt látható, hogy nincs megbecsülés. Ami a párkapcsolatotokat illeti, itt ez a két érem így mozog hol ide, hol oda, tehát van még ez a bizonytalanság, azt is jelentheti, hogy ő úgy gondolja, hogy te összehasonlítod magadat másokkal, és úgy érzed, hogy te nem vagy eléggé értékes ahhoz, hogy együtt legyetek, vagy megkapd ezt a szerelmet. Itt az a fontos, hogy meglegyen a belső egyensúly, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, és a szerelmet illetően is. Az utolsó kép azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket, itt a tűz eleméről van szó, megvan a bátorság, a lelkesedés, a testi kapcsolat, de még vannak itt fájdalmak. Lehetnek ezek emlékek is. Így kicsit szorongva érzitek magatokat, hiszen vannak korlátozások, itt van ez a kerítés, úgy érzitek, nem megy tovább. Itt beleütköztök ebbe a kerítésbe, ezért vannak itt ezek a sebek. De van megoldás is, hiszen át kellene mászni ezen a kerítésen, hogy lássátok azt, hogy mi van a kerítés mögött, tehát a jövőt, hogyan tovább, milyen irányba, milyen döntéseket kellene hozni. Pontosan ez a terve, hiszen itt látható, hogy ő beszélni akar veled, tisztázni akar bizonyos dolgokat, és a fájdalmas emlékeket le kell zárni, van egy irány, van egy kiút, de ez egy közös megoldás lesz. És ha gondolod, hogy te is szeretnél egy ilyen három kérdőjeles jóslást, ez megrendelhető nálam, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.